Sok szeretettel köszöntöm Önöket, mint a műsor házigazdája, Sokat Szalinkó vagyok, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke, egyben önkormányzati képviselő és civil nemzetiségügyi tanácsnok. Ezen túl mi havonta jelentkezünk új műsorunkkal, a Kábítószer Egyeztető Fórumnak az új műsora, ami a Drog hálójában címet kapja, és a mai témánk az Őrsvezértéren kialakult helyzetről fogunk beszélgetni, és ennek kapcsán sok szeretettel köszöntöm Horváth Orsolyát, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a koordinátorát, és egyben mint szülő hívtuk el ide erre a beszélgetésre, valamint dr. Váradi Attila alezredes urat, a Zuglói Rendőrkapitányságnak a vezetőjét. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Nemrégiben hallottunk egy konkrét esetet, ami az Őrsvezértéren történt. Egy 13 éves fiú gyermeket bántalmaztak, fizikálisan is, ököllel megverték, illetve a mobiltelefonját elvették. 4-5 fős csoportosulásról beszélünk, akik körben állták és bántalmazták ezt a gyermeket. Az első kérdésem pont ennek kapcsán kérdezném tőled, Orsolya, hogy hogyan élte meg a gyermek ezt a támadást? Üdvözlöm a kedves nézőket és mindenkit, aki itt van. Köszönöm szépen a meghívást. Én most inkább, mint szülő vagyok itt jelen, mert ugye az én fiam is annyiban érintett ebben a dologban, hogy ugye osztálytársait támadtak meg. Több szülő is megkeresett ugye a munkám részéről, és jelezte felém, hogy az ő fiát is megtámadták az Őrsvezértéren, aki, hát igazából egy 15 perces útról beszélünk, ugye, és hát azóta is a gyermek nagyon-nagyon rossz lelkiállapotban van, a fiam is teljesen felháborodva és rettegve jár azóta is, vagy járt azóta is az iskolába, kerülte a kis csoportosulásokat. Viszont amit nagyon szépen szeretnék megköszönni a kapitány úrnak és a zuglói rendőrségnek, hogy azonnal intézkedések. Épp ez lett volna a kérdésem, hogy a gyermek azonnal, abban a pillanatban kihez fordult segítségül? Rögtön ott a járókelők elkezdtek segíteni a gyermeknek, és tehát ilyen pár perc alatt kint volt a rendőrség, tehát azonnali intézkedés történt ebben az ügyben. Tudjuk, hogy Zugló kimagaslóan a többi kerülethez képest igen nagyon jól működik a biztonság kérdése, és nagyon jó az együttműködése a rendőrségnek a különböző szervekkel, itt a Zuglón belül a polgárőrség és a rendőri, tehát a rendészettel. Az a kérdésem a kapitány úrhoz, hogy hogyan kezelték ezt a problémát? Jó napot kívánok, én is köszönöm szépen a meghívást. Fontos téma, igen. Az Őrsvezértér és annak a környezete mindig egy fajsúlyos problémaforrása szokott lenni, csoportképzőhely, több BKV járat végállomása, állomása, rengeteg átmenő forgalommal, és január elején Szilveszter környékén ez a sajnálatos eset ugye felborzolta a kedélyeket. Amint azért megnyugtatásul el szeretnék mondani, és köszönöm szépen a dicsérő szavakat, azért ezt el kell mondanom, hogy a budapesti rendőrfőkapitányság a tevékenységítési központon keresztül az ilyen hívásokra gyakorlatilag azonnal reagálva a lehető leggyorsabban küld erőt, a legközebb eső erőket irányítja erre a helyre, hogy megkezdhessék az állampolgárnak a segítségadást, illetőleg az elkövetők üldözését, és itt ebben az esetben egy gyors nyomozói húzással sikerült mind az öt elkövetőt beazonosítani, és gyakorlatilag 2 nap alatt tudom elfogni. Ezt a nyomozást a Kőbányai Rendőrkapitányság folytatja, mert az Őrsvezértér mindkét oldalán történtek atrocitások, rablások, és egy 10. kerület jár el ebben az ügyben. Azóta ilyen jellegű rablás nem következett be ezen a környéken, nem követtek el ilyet. Mi tisztünk abban áll, hogy ennek a környéknek a biztonságát ugye továbbiban is fenntartsuk. Az ön által említett
szervekkel, tehát a önkormányzati rendészettel és a polgárőrséggel közösen oldjuk meg ennek a területnek a visszatérő ellenőrzését. Nem beszélve arról, hogy állandó térfigyelő kamerák vannak kihelyezve az ősvezértérre, amit folyamatosan figyelünk a térfigyelőközpontból, és nem egy esetben a kollégák észlelik azokat a jogsértéseket, amikre rendőrileg kell reagálnunk. Én, mint szülő is tapasztalom többször, hogy az emberek közömbösek egymással. Pont ezt szeretném megkérdezni a rendőrkapitány úrtól, hogy a gyerekek, amikor ilyet tapasztalnak, hogyan védekezhetnek, mit tanácsol a rendőrség az ő számukra? Hát elsősorban, ha az ember ilyen, ember gyermeke ilyen helyzetbe kerül, amikor többen állják körbe, akkor lehető legkisebb ellenállás elé kell haladni, és semmiképpen sem ellenállni és felvenni a kesztyűt, hisz a matematika mindig győz, 5 az 1 ellen az eléggé egyértelmű, és mindenféleképpen azt kell elkerülni, hogy bántalmazásra kerüljön sor. Ilyen esetben, amit kérnek, azt teljesíteni kell, és ezáltal elkerülni a fizikális bántalmazást, atrocitást, és mi hamarabb után segítségért fordulni, mint ebben az esetben, mert ha megvan a megfelelő gyorsaság, akkor a rendőrség hatékonyan tud fellépni, és a forró nyomon üldözéssel napokon belül, legkésőbb napokon belül elfogja ilyen esetben az elkövetőket, de még az is lehet, hogy percekkel a elkövetés után meg lehet őket csípni. A másik dolog már eleve megelőzni, hogy amit itt az anyuka is említett, hogy kerülni kell az ilyen csoportosulásokat, tehát ha a gyermek egyedül megy, és lát egy gyanús közösséget, csoportot, akkor és nem bízik magában értelemszerűen, illetőleg nem ítéli meg biztonságosnak a helyzetet, akkor el kell kerülni, más útvonalat kell választani, és ha annyira gyanúsak a körülmények, akkor az első rendőrhöz, polgárőrhöz, önkormányzati rendészethez oda kell menni, vagy akár biztonsági őrhöz, amit egy plázáról volt szó, ugye az árkádokról, és a biztonsági őrnek szólni, hogy mit látott, egy gyanús csapatot lát, és ha más nem megelőző intézkedése a rendőrség, akkor is hatékonyan fel tud lépni, mielőtt bármi bekövetkezne. Köszönjük a hasznos információkat. Ennek kapcsán Orsa, tőled kérdezném, hogy mint szülő milyen intézkedést tettél, vagy tett az a szülő, akivel konkrétan ez az eset? Hát a gyermek szülője, mivel rendőri intézkedés történt, így ők nem tettek ugye feljelentést, ezért inkább a szülőket, szülőkhöz fordult, tehát Facebookon keresztül kirakta a posztot, megkereste a gyermekosztály főnökét, és ezáltal ugye az osztályfőnök, osztályfőnöki óra keretében elbeszélgetett a gyerekekkel. Ugyanezt tettem én is, ugye, hogy mindenképpen az osztályfőnökök, a iskolai igazgató, hogy egy picit a gyerekeket osztályfőnöki óra keretében világosítsák föl, hogy ilyen esetben mit javasolnak. És én, mint szülő, ugye én nagyon sokat beszélgettem erről a gyermekemmel, és próbáltuk ezt ugye megfejteni, hogy mit csináljon, hogy csinálja, tehát tanácsokat adni a gyerekeknek. Nagyon odafigyelni arra, hogy a gyermek néha cikinek érzi, hogyha vele valamilyen hasonló atrocitás történik, és nem meri elmondani. Tehát figyeljük a gyerekünket, hogy viselkedik a mindennapokban, mennyire változik meg. Vagy abban az esetben, ha esetleg márkás ruhákat vásárol, de a zsebpénz ezt nem engedi meg, akkor ezután is nézzünk utána, hogy vajon miből telik neki erre. Tehát én azt gondolom, hogy figyeljük a gyerekeinket nagyon. Ahogy te is mondod, a beszélgetés nagyon fontos, otthon is, és ahogy rendőrkapitány úr is mondta. Ennek kapcsán azt szeretném megkérdezni a lezredes úrtól, hogy mit vár esetleg a rendőrség a szülők részéről segítségképpen? Hát a megelőzésben van mindenféleképpen szerepe, mint hogy az édesanyja is ezt említette meg ön is. A megelőzés a legfontosabb, hisz az adott esetben egy rablás, hogy egyik legsúlyosabb bűncselekmény a BTK-ban. Ez mind pszichésen, mind fizikálisan rendkívül terhet rak egy ilyen bűncselekményt elszenvedőnek, főleg, hogyha gyermek az életére, a sorsára adott esetben. Én úgy gondolom, hogy erre felkészíteni őket 100%-osan, ha nem is lehet, de mindenféleképpen beszélnék arról, hogy ha ilyen történik, mi a helyes cselekvőség, hogy lehet elkerülni. Ha meg már megtörtént, akkor is minden segítséget meg kell adni a gyermeknek, hogy dolgozza fel ezt a traumát, mert egy gyermek bántalmazása, fizikális erőszak áldozatává válása, az mindig nyomot hagy, főleg egy fiatal gyermeknek a lelkében. Ezt
úgy gondolom a legkönnyebben talán a szülők tudják kezelni, hogyha megfelelő empátiával és humánummal nyúlnak hozzá, ez mind a pedagógusokra is igaz. A rendőrség ezen kívül a szülőtől más nem nagyon várhat el, a többi mi dolgunk. Igen. Nagyon sokszor felmerül az a kérdés, és szülőkkel is, ahogy beszélgettem, hogy a rendőrség tudná arról valamilyen intervallumot mondani, milyen gyorsan tud kiérkezni ilyen esetekben. A jelenlegi kiérkezési idő átlagában a BRFK-n az 12 perc, de ennél sokkal hamarabb kiértünk erre a helyszínre is, általában hamarabb kiérünk, főleg akkor, hogyha kiemelt súlyú bűncselekményről van szó, és főleg gyermekkorú vagy fiatalkorú sértett kér segítséget, akkor gyakorlatilag perceken belül kint van a rendőrjárőr. Igen. Orsi, tőled azt kérdezném, hogy milyen segítséget várnál, mint szülő esetleg a rendőrségen kívül, akár az önkormányzattól, vagy bármilyen fórumon, hogyha ilyen eset történik? Hát mindenképpen a rendőri jelenlét az utcákon, és tehát a maga az egyenruha ugye már egy hatást ad az embereknek, tehát a jelenlét az nagyon fontos, és én azt látom, hogy egyre több a zuglói rendészeknek és a rendőröknek a jelenléte az ősvezértéren. Mindenképpen egy olyan telefonszám, amit ugye tudom, hogy a gyerekeknek rögtön a szülő jut az eszükbe, de ott a járókelők, hogy mit lehet rögtön fölhívni, tehát nem biztos, hogy rögtön a 112-t fogják fölhívni. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen tájékoztatás a szülők részére az mindenképpen fontos lenne. Igen, én múltkor ilyen kábítószer egyeztető fórumülésen a rendőrség részéről ugyancsak volt egy meghatalmazott, és ott el is mondta ezt a elérhető telefonszámot. Úgy gondolom, hogy a rendőrségnek a honlapján ez felelhető, tehát ezt meg lehet találni, hogy ebbe az esetben milyen számot lehet hívni. Még végezetül azt kérdezném tőle, hogy te milyen tanácsot adnál a többi szülőnek? Mindenképpen figyeljük a gyerekeinket nagyon. Sokat beszélgessünk velük, ez nagyon fontos. És bármilyen atrocitás éri a gyermekünket, ezt azonnal jelezzük az iskola felé, és hogyha bármi történt a gyermekünkkel, kérjünk segítséget a gyermeknek, hogy fel tudja dolgozni. Tehát mindenképpen egy pszichológus segítségét, vagy bármilyet, mert ez fontos. Fontos, hiszen ez a kisgyermek, akivel ez történt, azóta is gyomorgörcsel megy ott végig azon a pár méteren, amíg a villamostól a trolliig eljut, és hát azóta is retteg és fél. Igen. Köszönöm. Alezredes úr, egy pár mondatban még én azt gondolom, hogy fontos összefoglalni, hogy a szülőknek, a rendőrség részéről szülők hogy készítsék föl ilyen esetekre a gyerekeket? Én úgy gondolom, hogy amit elmondtam, ezt mindenféleképpen érdemes megfontolniuk, hogy ha elsősorban elkerülni az általuk veszélyesnek megítélt szituációt, kerülni azt, hogy egyedül járjanak, tehát hogyha megtehetik, akkor mindig legalább 2-3 gyerek próbáljon együtt sétálni, együtt menni, közlekedni az ilyen veszélyesnek ítélt helyeken, de ez önmagában is hasznos, mert mindig kéznél van segítség, hogyha bármi történik, nem bűncselekmény, csak gondoljunk egy sima rosszulétre, mindig jó, hogyha valaki van a környezetünkben. Én úgy gondolom, hogy arra, hogy kell segítséget kérni, erre fontos megtanítani a gyermeket, hogy a kézenfekvő, a 112 a legegyszerűbb elérhető, ingyenesen felhívható segélyhívószám, ami a legoptimálisabban biztosítja azt, hogy mi hamarabb rendőri erő érkezzen a helyszínre, hogyha bűncselekmény vagy szabálysértés történt. Abban az esetben, hogyha pont egy mobiltelefon lesz a bűncselekmény tárgya egy ilyen támadás során, egy rablás esetén, akkor pedig a leggyorsabban egy járókelőhöz, felnőtthöz oda szaladni és rögtön segítséget kérni, és akkor a felnőtt bízva az ő érettségében a megfelelő segítséget meg tudja adni a gyermeknek, pont a 112-nek a tárcsázásával. Köszönöm szépen, és ami esetleg statisztikailag elmondható, hiszen a kábítószer egyeztető fórum elnökeként ez minket nagyon érint, és az egyik legaktívabb szervezet a rendőrség, hogy ezekben a hónapokban ebbe az ügynek kapcsán hány elfogás volt, illetve ha már a kábítószerügyi egyeztető fórumról beszélünk, akkor hány dillerről tudunk, aki esetleg Zuglóba elfogásra került?
Értem. A rablás tekintetében azt örömmel tudom közölni, hogy ezen a két rabláson kívül nem történt több rablás. Zuglóbebbe ugye elkövetők elfogásra kerültek ebben a kis időszakban, ami évelején történt. A zuglói kábítószer helyzetre rátérve, hát mi az olyan jellegű bejelentéseket, ami arra utal, hogy kábítószer terjesztés folyik egy zuglói ingatlanban, lakásban, területen, arra lehető legnagyobb erővel próbálunk fellépni. Idén egyik egy alkalommal sikerült kábítószerterjesztői hálózatot feltérképezni és elfogni, és kábítószert terjesztéshez használatos eszközöket, gépjárművet, készpénzt lefoglalni, és igyekszünk szép sorjában az összes ezzel foglalatoskodó kábítószerkereskedőt Zuglóban felszámolni. Köszönöm szépen. Én nagyon hálás vagyok az önök munkájáért, és amit a kábítószer ügyi egyeztető fórumnak a együttműködésével is tesznek, és Zuglóban azért, hogy visszaszorítsuk ezt a problémát. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és elfogadta a te is, Orsolya, és a szülőknek hasznos tanácsot tudtál adni ebbe a műsorba. És hát természetesen én is búcsúzom, és várom önöket nagyon sok szeretettel a következő hónapba. Új két kábítószerügyi egyeztető fórum taggal fogunk megismerkedni, és remélem, hogy ezzel a műsorral is hasznos tanácsokat tudunk önöknek adni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen!